Ja, volt egy kérés, mi szerint, hogyha beszerzek, nem beszerzek, beszerzem a Minecraft-es könyveknek a következő részét, ugye ez a Redstone Handbook, akkor azt mutassam be. Nos, akkor lássuk. Itt volna. Ja, hogy az asztalterítő miért rózsaszín? Mert a lakótársam, barátnője, aki szintén lakótársam, szóval, na mindegy, ő ezt választotta, én a zöldre szavaztam, azt is megvettük, de az meg nem került fel. Na, akkor lássuk a könyvet. Hasonlóan esztétikusan kivitelezett, mint az összes többi. De hát miért is lenne más, hogyha ugyanazt gyártotta? Azt mondja, tartalomjegyzék. Üdvözölnek a Redstone-ban. Mondjuk abban nem tudom, hogy hogyan. Egy kis instrukció. Aztán maga a Redstone érc bemutatása. Hol található? Eszközök encsántolása. Illetve eszközeit. Aztán lapozzunk. Egy-két alapvető dolog Redstone-nal. Redstone fákja. Miért lila mindegyik? Olyan jó illata van. Imádom a könyvek illatát. Recept. Tipp. Tudtad-e? Ismét recept. Érdemes volna ezt átlapoznom, tanulmányoznom majd. Flip-flop. Hehe. Igazából most nyitottam ki először a könyvet, mikor tegnap vettem meg. Tehát ugye tegnap nem nagyon volt időm foglalkozni vele. Lava pitre folytatás. Nehézség, kettes szint. Hogyan gyújtsuk fel a zombikat. Hoppácska! Ezt azt hiszem át kell nézni. Ezt tetszik.
14 szintes elevátor. Az úgy konkrét. Super stopper. És egy link. Hát szó se róla, van mögött egy kis rendszer. Csak úgy minden mögött is. Diszkó. Tippek, felhasznált linkek, és ez így nagyjából ennyi, ám, hoppá, amit most láttam meg, Combat Handbook. Minecraft belső, ha nem vagy egyedül. Többit nem fordítanám, mert annyira nem jó az angolom. Kis rövid instrukció. Aztán az alapfegyverek. Kis információval. Mint azt ugye az előzőben mondtam, papír alapú Wikipédia. Receptekkel. Páncélzatok. És táblázat. Azt akkor ugye az ellenfelek. Információk róla. Mit szabad, nem szabad. Illetve úgy mondanám, hogy mit ajánlott, és mit nem ajánlott. Enderman. Itt. Harc. A nedő. Gaszt. Magma Cube. Rosszul mondtam, mert ez nem a mit szabad, mit nem szabad, hanem csináld, ne csináld. Enchantable. Kraftolási recept. Egy kis kép hozzá. Enchantolásról. Kis info. Hopp, azt az eszközt még nem is láttam sose.
Ja, csak hallani hallottam róla, jó van, oké. További segítségek Potionökhöz. Multiplayer. Checklista. Harc előtt. Na, nem mint hogyha belefirkálnék az örökönbe. Harc és stratégiák. Csapda. Folytatása. A robbanó fa csapda. TNT ágyú. A folytatása. Epikus bázis. Achievementek. Linkek. Felhasznált linkek. Tulajdonképpen sok tervem nincsen ezekkel a könyvekkel, mindössze csak annyi, hogy ben van a gyűjteményemben. Na, ennyi lett volna akkor a folytatása a könyvnek. Nem volt valami beszédes, de hát úgyse az volt a lényeg. Akkor most megvan 4 része. Tudomásom szerint nincsen több. Legalábbis még nem láttam. Amúgy is eddig csak 3-ról tudtam, ugye? Tehát arról nem is tudtam, hogy létezik ez a Combat Handbook is. Na, akkor ez legyen ennyi, és majd jelentkezem. Cső!